Immáron bő egy hónapja segíti a hazai menekültáborokban élők egészségügyi ellátását dr. Kis Krisztina, aki a Magyar Afrika Társaság civil és humanitárius igazgatójának, Patai Dorottyának a megkeresésére vállalta, hogy Uganda után itthon is önkéntes orvosként vegyen részt a Magyarországra érkező menekültek gyógykezelésében. Kis doktornő eddig főként Bicskén, illetve egy alkalommal Debrecenben teljesített szolgálatot, és készséggel osztotta meg tapasztalatait stábunkkal. Bicskén nincs minden nap orvosi ellátás, Debrecenben minden nap van, viszont ott még sokkal rövidebb ideig, mint Bicskén. Tehát mindenhol más a rendszer. Én azt gondolom, hogy nagyon áldásos munkát végeznek ott az emberek, és kicsit itt is párhuzamot tudnék vonni Afrika, illetve a menekült táborok között, hogy sosincs vége. Tehát nem lehet befejezni, csak abba hagyni a rendelést. Az Afrikában töltött egy hónap nem csak a betegségek felismerésében, a diagnózisok gyors felállításában jelent hatalmas segítséget a fiatal orvosnak, hanem abban is, hogy a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával és az adott feltételek között tehesse meg a lehető legtöbbet. Nagyon sokféle kórképpel találkozok, egészen a kicsi gyermekektől a felnőtt korosztályig. Nagyon gyakori a felső légúti megbetegedés, nagyon gyakoriak a bőrbetegségek, különböző csípések. Nagyon volt arra példa, hogy egy elfertőződött sebet kellett felnyitnom, volt arra példa, hogy Szerbiában ellátott betegnek kellett a varratait kiszednem. Volt olyan, aki traumás felsérülés volt és kötözni kellett, tehát nagyon széles a paletta. Az orvostudománynak a nagyon tág szeletébe kell valamennyire otthonosan mozogni itt az ellátás során. Vannak azt gondolom jó állapotú betegek, hiszen nem mindenki fordul egészségügyi ellátásért, és vannak akik nagyon rossz állapotba érnek a táborba. Volt olyan, hogy infúzióra volt szükség, volt olyan, hogy kórházba kellett küldeni a beteget, és mentőt kellett hívni a táborba. Általában nyitottak, én azt gondolom, hiszen segítségre fordulnak hozzánk, de volt már olyan, aki azt mondta, hogy olyan panasza van, amit nem szeretne, ha női orvos látná, hanem inkább pár nap múlva visszament arra a rendelés, ahol férfi orvos gyógyít. Sokszor azonban az alapos ellátás is kevésnek bizonyul a teljes gyógyuláshoz. Nagyon sajnálatos, hogy hiába van meg a diagnózis, hiába van meg a gyógyszeres feltétele, akár gyógyszeres, akár mondjuk kötszeres feltétele az ellátásnak. Találkoztam olyannal, amikor elmondtam, hogy mit kéne csinálni hosszú távon, hiszen az egészségügyi személyzet, akivel együtt dolgozok az önkéntes alkalmak során, ők hétköznapokon ott tartózkodnak, tudják követni a betegeket, tudnak hosszabb távú terápiát orvosi utasítás szerint végezni, és amikor visszamentem, hiszen mint említettem, ez a harmadik alkalom volt, sajnos rákérdezésre mondták, hogy nem volt lehetőség hosszabb távú terápiát alkalmazni, hiszen nem jött vissza a beteg, és pár nap azután, hogy én elláttam őt, és elindítottam egy gyógyszeres kezelést, a beteg már nem jött vissza, és azóta se látták a táborban, valószínűleg elhagyta a tábort és Magyarországot is. A betegek kezelése közben Kis Krisztina többször is nyilvánvaló jelét látta annak, hogy ezek az emberek valós problémák elől menekülnek és vágnak neki a több ezer kilométeres útnak. Nagyon megrázó volt, amikor egy 5 gyermekkel plusz terhes kismama jött be a rendelésre, tehát az 6 gyermek plusz mama plusz papa, tehát azt gondolom, hogy amikor ilyen nagyon sokan indulnak el egy családból, akkor ők azért nem jó kedvükben indulnak el, hanem valami elől menekülnek. Én velük találkoztam, és hát amit még akartam az előbb mondani, ami még nagyon meglepő volt, egy tüdőbeteg fiú, akinek a vizsgálata során látszott korábbi, valószínűleg otthon szerzett sérülések, korbácsolások nyomai, tehát én azt gondolom, hogy minden média hír és minden szóbeszéd ellenére azért a többség az menekül, és jobb jövő reményében indult el Európába, illetve nyugatra. A doktornő elmondása szerint az önkéntes orvosi tevékenység nem csak szakmailag jelent hatalmas előrelépés számára, hanem személyiségfejlesztő hatása is van. Úgy véli ugyanis, a különféle kultúrákból és eltérő háttérrel érkező betegek gyógykezelése után még az eddiginél is türelmesebben és nagyobb megértéssel fordulhat páciensei felé a jövőben.